Nos, üdv, van egy olyan érzésem, hogy a szimulátor szó a címekben már csak ilyen gúnyolódás, mert van egy olyan érzésem, hogy ez minden csak nem szimulátorjáték, úgyhogy vágjunk is bele. Válasszak egy karaktert. Állatok, majom, elefánt, hal, zsiráf, pingvin. Ez aztán választékos. Leszünk pingvin. Eljátszuk a Madagaszkár pingvinjeit. Mit szóltok, srácok? Hello? Na, srácok, csak mosolyogjatok és integessetek. Az igen, milyen tarkóst levágtam neki. Jól vagy? Au. Nem vagy jól. De jól vagy, helyes. Bocsi. És tudok csúszni is. Csak úgy örökké jó formán. És bowlingozok a többi pingvinnel. Eddig nagyon jó. És a tökömet keres itt, gránát. Ki kéne innen jutni? Zookeeper missions. Most akkor én vagyok itt az állatgondozó pingvinként, vagy... Vagy van itt valahol egy nemezis? Jó, kiszabadultam. Hogy dobom el? Aha, így dobom el? Ez milyen gránát volt, te jó ég? Ezt a kapitány küldi. Van egy nagyon durva Bad Guys at School hangulatom ettől az egésztől. Mi ez, flashbang? Ki a fene szemeteli ezt a helyet tele? Hello, hát te így mit csinálsz? Ja nem, ez egy füstbomba, azt hittem valami más fajta gránát. A füstben nem látják, hogy én itt nem tudom, mit csinálok vele. Ó, delfinek, de szépen úsznak, körbe-körbe. Így fölcsúszok a lépcsőm, igen. Te vagy itt a gondozó? Nem úgy nézel ki. Ó, hal. Lesz-e, srácok, ebédidő. Ja nem, ott írja, hogy kill the zookeeper, ez az én misszióm, és ahogy látom, ő meg akváriumot takarít. Amivel mindjárt végez, akkor meg kéne keresni az akváriumot, nem pedig zaklatni másokat. Akvárium, meg vagyunk. Te vagy az? Te mi? Micsi? Ez mi volt? Gyere vissza, te szarházi! Mi volt az, hogy föltöz vágsz és... Mi? Ki rendezte be ezt az állatkertet? Ez az ocsmány. Tele van szeméttel. Hol van? És van nálam tézer is, eszem megáll. Ott vagy. Gyere csak. Az igen. Hát itt nem lehet ezzel a pingvinnel szarakodni. Nesze. Ó, most éppen ollózunk, Zookeeper wins. Szóval az állatgondozó megollózott, és ezért ő nyert. Tiszta sor. Mit így a vizemben, miért van nálam sokkoló? És... te jó ég! Droidika majom vagyok, pa! Pa! És így tudok így... köszönni nekik, hogy... Hali! Jaj, ezt a baromságot, te Jézus! Gyerünk, majom, karatézz le! Ó! Milyen szép elefántszar! Ezt elviszem, ha nem gond. Meg tudlak vele dobni? Hát ez a majom, ez aztán... Ez aztán brutális. Csönd. Jó, akkor most meg kéne keresnünk az állatgondozót. Hát, ha megijedettől a forgószartól, ami én vagyok. Nesze, csomag, francba, állj meg! Úgy. Hova mész? Állj meg! Mennyi életed van, te jó ég, hogy öljem én ezt meg? Itt Monke uralom lesz. Átveszünk az állatkert felett az irányítást. Állj már meg. Elrabolták az idegenek. Na most őszintén összezavarodtam. Ez a hapsi nyitott egy féregjáratot és egyszerűen felszívódott. Mondjuk tényleg Bad Guys at School hangulatom van ettől a futástól itt. Te... Mit akarsz tőlem? Mit akarsz tőlem? És elhajít! Milyen állatgondozó vagy te? Panaszt fogok tenni? És hova lett? Ott vagy, ott vagy. Na most aztán eljön érted a pokol. Gyere csak ide! Előlem nem menekülsz? Oh, ez az. Végre megérezte. Ja, hogy neki ez az utolsó feladat, hogy menjen inni valamit. És akkor nyerni fog. Azt nem szabad hagyni.
Bár azt tetszik, hogy csak úgy random megfog és elhajít ennek ellenére, miközben leütöm. Nem! Nem ihatsz! Gondozzá! Nem! Francból meg fogja inni. Oké, ez a csávó, ez nagyon bitang, ezt nem lehet leverni így. Ja, hát akkor titkos fegyver, egy hal. Na gyerünk, ideje megtalálni Némót. Mi a franc? Mi ez? Ezt ott csináltam. Vizet köpök és nem viszem el ezt a játékot, baszki. De miért dobsz el egy halat? És most kiszabadulnak a zebrák miattad. Csak érjek oda. Ó, szar. Gyere csak ide. Ez az. De könnyen el tudom veszíteni ezt a hapsit. Gyere vissza. És kajak lesokkol. Jól van már. És eldob. Ez kész. Tényleg szó szerint annyi esélyem van ellene, mint halnak a szárazföldön. Megpróbálok elé kerülni. Csak jó lenne, ha meg is állna. De azt tetszik, hogy van a halnak is tézere. Na jó, szerintem a halat hanyagoljuk, mert ez iszonyatos. Nézzük meg a zsiráfot. Úgyis van tapasztalatom zsiráfokkal. Voltam a városukban. Ajaj, mi történik? Ezt nem fogtam föl most. Miért tököm ez a játék? És hogy bírsz el egy zsiráfot? Te jó ég, ez az ember, ez a háború istene. Ezt már nem tudom kommentálni. Ezen a ponton ez már annyira természetes, hogy észre se veszem. Hé, hey, bip bip! Rahadjál meg! Gyere csak, van egy gránátom. Wow! Hú, ez egész hatékony. Úgy nem mész sehova. Mi történik szerencsétlennel? Ez kész. Ez mi és... Ez most mi? Ó, ez az. Végre eltaláltam. Ide gránát kéne. Hol egy gránát? Nem hiszem el, hogy egy állatkertben nincsen gránát. Au, oké, ez az én hülyeségem volt. Ez a zsiráf, ez nem éppen a legjobb választás, bár eddig vele megy a legjobban. És megbotlok egy emberben, hát hogy ne. Ott vagy, látlak. Maradj vesztek, hozok ajándékot. Ah, itt vagy Houdini 2, végre. Hoppa! Ó, egy kis terrorizmus, mit számít? Ó, mindjárt összeomlik a játék. Na, még egy gránátot, és akkor lehet, hogy nyerni fogok. Mesélj csak! Ez az! Megöltem a gondozó, tenyém az állatkert. Ezt a marhaságot, te jó ég! Na jó, még egy elefántot nézzünk meg. Benned aztán nagyon sok reményem van. Mert még tud ugrani is. Fölszedi az ürülékét az ormányával. Nem éppen a leggyorsabb élőlény. Ott vagy! Na most aztán célpont bemérve. Gyere csak ide, te vagy az én porcelánboltom! Mi? Te mit eszel? Ó, jaj, ne ezt sikisz, kérlek, ne. De miért tessek hanyatt? Én egy elefánt vagyok. Hát átmegyek én tököm babon, mit számít az nekem? Úristen, ez az ember. Ez a beszéd. Kap tőlem egy hasast. Én meg összeesem. Egy gondolom ilyen szimpátiából. Hova mész? Hova sietsz? Te ide be vagy szorítva, mától az enyém vagy. A segged a tulajdonomat képezi. Hát ha ajándékot kell vinnie, akkor nem foglalkozik veled. Innentől kezdve azt csinálsz vele, amit akarsz, amíg nem megy tovább. Erre nem tudok mit mondani. Aj, ez a játék, úristen. Inkább nézzük meg a dinoszaurusz módot. Eljátszhatom itt a Jurassic Parkot, oké, akkor Raptor. Hello, srácok. Ahogy látom, minden ugyanaz, csak majom helyett Raptor vagyok. És az állatok le vannak cserélve. Ó, hello. Aha, ezért pusztult ki a T-rex. Nézzétek meg. Ilyen szuper raptor vagyok. De ahogy látom, a delfinek ugyanazok. Tehát én igazából nem is tudom, hogy miért. Nem is értem ennek a lényegét. Vigyázz, jön a dzsihadista raptor. Hát ezek után érdemes a T-rexet is megnézni. Tudok vele focizni. Mondjuk eltalálni senkit se tudok.
Ez aztán jó lesz. Csak gránátot tudok dobni. Ami... önmagában elég abszurd. Képzeld el azt a jelenetet a Jurassic Parkban, hogy... fut a T-Rex a kocsi után, és közben dobálja rá a repeszgránátokat. Ó, és ott tud verkelni is. Menj innen! Jaj, ne lesz csikiz. Nézd meg, hát kikészül. A T-Rex stroke-ot kap. Még mindig kíváncsi vagyok, hogy ez mitől Zookeeper szimulátor, mert nem éppen voltam eddig Zookeeper. De nem számít. Mi az Isten ez? Hát ez aztán vezetési technika. Ilyet még nem láttam. Ez a T-Rex tudja, mi az aerodinamika. DC me rolling. Na jöhet a Triceratops. Hát én megvoltam róla győződve, hogy majd a nagy fejét fogja használni. Nem, ehhez pacsizik. És leütöttem bele egy gyereket. És adtam a fajtársaimnak egy padot. Úgy látszik, a napom teljes lett ettől. Na mutasd, hogy vezetsz? Ahogy gondoltam. Aha, úgy működsz, mint a zsiráf, ahogy gondoltam. De én egy dologra vagyok kíváncsi igazából. Hát ez se rossz. Azért meg kell hagyni, eléggé látványos lehet, hogy a távolról csak ennyit látsz. A brachiosaurusok így keresték a ragadozókat. A többiek legeltek, egy pedig körbe-körbe nézett. Na, ez nem is rossz. Rosszabbra számítottam. Zseniális. Még hogy a játékipar haldoklik, hát most ért el a csúcsot. Akkor terado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 m. Akkor leszünk ezzel a repülő szarral, amit nem tudok kiejteni rendesen. Hello, kapjál. És megsokkol, az igen. Jó a reflexed. Gyere csak. Haha! Nem? Hova mész? Megyünk föl, megmutatom neked a világot. Tépózoló zuhanás, igen. Ezzel mindenki tud azonosulni. Mostantól delfin vagyok. Én is csatlakoztam a rajhoz. A csordához, vagy a delfin méneshez, vagy nem tudom, hogy hívják a delfinek csoportját. Ó! Oh, ez a beszéd! Mint egy meteor dobnék a földre. Ez a háttérben lévő hang nagyon emlékeztet arra, mint hogyha szerda lenne. Ezt az utat meg kiépítette. Na, még egy utolsó dolog lezárás előtt. Nincsen szerver, hát nem csodálom, csinálunk egyet. Hát ha valaki meglátja. És akkor leszek állatgondozó, ez az. Na várjál, mész az állatok közé. Vagy én megyek, úgy látszik. Ez egy csuklótörés, én is így reagálnám le. Jaj, ez... tudok így utazgatni, jaj de jó nekem. Na jó, én szerintem ezzel végeztem, úgyhogy kínzom magam valami mással. Na csáó!